Most a Frisbee-ben a nagy Bagina Sasó. Hölgyeim és uraim, a frisbee történetének egyik legnagyobb botránya következik. Csak nálunk szólal meg az a házaspár, amelyet felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt a bíróság. Hölgyeim és uraim, következik Gáspár Győző és Beja asszony! Jó estét kívánok! Azért annyira ne legyen jó a hangulatuk, jó? Tehát ez nem egy vidám dolog, csak hogy... Örülök, hogy itt vagytok és hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Beja, mintha fogytál volna. Hát, mi között van hozzá? Hát fogytam, és akkor... Fogyott? Kéne ebbe bele. Na, mi a kérdés, Petikém, gyorsan. Hogy érzitek magatokat? Hát, hogy éreznénk magunkat? Hát, csórók vagyunk, hajléktalanok lettünk. Hogy a rák egye ki az adóhatóság maja, hogy a róka inna a tüdődből te gyökér. De régebben jobban ment a szekér, Győzi? Hát, jobban ment. Mondjam ma valamit. Minek ülsz itt, senki házi? Hát, mit mondjak? Hát, miattad van mindent? Na, hülye vagy te? Most akkor valójában tisztelt... Hogy a róka inna a tüdődből? Hogy rohadná-e te? Csaj, hagyjam a békén, senki nem kérdezett. Halljam a lede gyorsan. Tehát elárulom, pokol lett az életünk, beköpnek az autóba, akut összeverték a kapuájba, leadtak a hazunkra egy géppisztoly sorozatot. Hát, milyen világban élünk, gyerekek? Hát ne áragudj már, ja, Istenem, nem jó ez így, ja, Istenem, miért csinálják ezt velünk most komolyan? Én nem akarok stallani, csak hagyjanak békén. Na akkor most tisztázzuk, mit követtetek el? Semmi, hogy az ácskódat rágjam ki. Hogy mit követünk volna, gondolkozz ma, ha kellett a pénz a beára, meg a koporsó bizniszre. Hát úgy ment az üzlet, komolyan mondom, vitték a zebracsíkos úrnokot, komolyan mondom, de most látom, Petikém, hát elég sápat vagy, meg kövén is, rabatul nézel ki. Innen ma nehéz lenne visszajönni, babom. Gyere ma egy ingyen próbafekvésre, tárjamba. Eltemetlek téged. Adok neked kedvezményt, testvérem, úgy is van. Jó lesz, nem be? Jó lesz. Adjam, adjam. Jaj, de kezdek jól lenni. Köszönöm szépen, de inkább nem jelenik a lehetőséget. Most, hogy kirúgtak attól a kereskedelmi csatornától, ahol dolgoztál, illetve dolgoztatok. Most miből éltek? Jaj, semmit nem csinál. Hanem késő hava, én meg hiába várom, hogy hozzá a lóvé. Maradjon, hogy amennyit futni el a veséddel. Járvány, ugye minek kell össze-vissza pofáznod, kussoljál ma, mert orrban nyomlak. Figyelj, Petikém, őszinte leszek. Tényleg, lehetek őszinte, Petikém? Hadd jöjjek ma ide. Te vagy a legjobb barátom, annyira szeretem tőlem. Látom, hogy jól megy az ér, ez már a 100. műsor, hogy a róka játszon a gondtál. Szóval, vedd ma meg a házra, ott hagyok neked mindent, az ebrás agyneműt, a piros konyhaszekrényt, a bajos tapétat, még a Beát is ott hagyom neked, mert ingyen megkapod. Úgy is van, jaj, te szerencsétlen, azt hiszed, kell lesz neki? Arra hajdúval jobban járok. Azt együtt neveljük majd Evelinkét, meg a Virgikét. Mi szavak az, hogy a héja egyen a beledből? Jól van, csinálod csak a vesztivált. Úgy látom, hogy azért ez a tragédia házasságatok rovására ment, de azért nem jönnék a lehetőséggel. Köszönöm szépen, tehát Beasszonyi meghajlak Győzikének, vagy Zsoltnak, nem tudom most mi a családi felosztás nálatok. Elgondolkodtok? Mi a családi felosztás? Mindjárt pofán vágnak. Kösz legyen ma. Na, szóval... Elgondolkoztatok azon, hogy mi lesz akkor, hogyha valóban meg kell mennetek a börtönbe? Mert ez még csak lesz. Az első fokú ítélet ne volt. Ne is mondd, more. Rémalmaim vannak. Minden éjjel aztat álmodom, hogy a damu mellé kerülök a börtönbe. Ő meg nőnek néz. Já, Istenem, de félek ettől. Én ma hulla vagyok. Kicsinálsz a média. Földönfutó lettem. Mi lesz velünk? Mi lesz velünk? Mondd ma meg.
Ha veled mi lesz, Jerzy? Ha érdekel engem? Te, ha ne üvölcsém a cítveped a dobhartyan! Felőle meg is dögölhetsz, csak ne kelljen már nézni a ronda pofádat! Köszönöm szépen, szégyeld el magad, eztet kell csinálni! Eztet, azért dolgoztam, ezért loptam, azért csáltam a jövedelmet! Hogy te jövőjét, te senki az, te moslék, kígyó, kivittelek Amerikába, meg Kubába, hogy rohadnál szét, hogy futtál ki a szemed! Te takolj! Gyoma, hát annyi hülyeséget akartál venni, minek kellett neked a párduc mintas, mi a szom? Hát minek, meg az aranyfürdőkát, az aranyberakásokkal, minek a gyémalt, minek kellett neked? Hát neked csalom a jövedelmet, te patkony! Hogy minek? Te! Kérlek, igadjatok le. Próbálj megnyugodni, Győzi. Jaj, de kérsz valami nyugtatót, vagy valami? Most esküszöm, hogy címlapra fogok kerülni, remélem. A sziatlián fogok hogyan kikötni, tovább? Nem bírom ez a kérdés, Győzi, egy picit, meg. Hadd nyugodjak ma meg. Bea. Hadd nyugodjak ma meg egy picit. Hogyan? Mivel a keseim, te az. Jobban vagy? Hát, jobban nem vagyok, de... Mit fogsz csinálni? Azt kérdezte! Hogyan tovább? Mi azt mond? Mit csinál? Börtönsót fogok csinálni a Stollal, a Zalatnaival, a Damuval, meg a Földesi Szabóval. Ő a legkisebb emberünk. Megvan a csapat. Véged lesz, Hajdú. A tízbővel szembe megyek neked, annyi úgy is van. Hívvaló lesz, Rajé! Lótor, föltámadok. Mit csinálnál te? Annak se, nem vagy a tévének? Hazudozza! Hogy hazudozza. A kesely így van a garatodból? Hazudozza! A börtönsorra majd visszatérünk, de engem érdekel, hogy hogy telnek a napjaitok? Mi van a gyerekekkel? Hogy van Virág? Hogy van Evelin? Hát köszönöm szépen a kérdésedet. Az Evelin még mindig nem tanult meg vezetni. Nap mit nap felborít egy autót, a Virgitrén pedig pont olyan, mint az anyja. Elég nagy baj az nekem, hogy az imádkozó sáska járjon násztáncot a májadon. Nem neked mondtam, hát a Petinek. Még szerencsé, hogy rám hasonlítanak. Hogy nézzél ki? Ha, hogy nézzél ki? Vigyázz a szádra, mert beverem te. Tudod mikor, ja, úgy is van. Verekedjél csak, vigyázz, mert visszaütök. Én is olyan vagyok, mint Adam, olyan sót csinálok, hogy neked annyi lesz, elállítsz, kölketed az alfat, végre lesz pénzed. Megint lenyúlhat, szívhatod a véremet. Ha, remélem. Matkolj, de na, lábadban nem teszed a házba. Jó, van, kis legyen ma, maradjál ma. Ha nem hozod a pénzt. Na, mindegy, nem is érdekel. Látod, így élünk. Te, majd nézegethetsz, hogy a piranya rágja körbe az epédet, te. Én itt csalom a jövedelmet, te meg beszólsz. Hát ne haragudj, hogy a róka rágja jelet a karodba. Mit gondolsz magadról? Hát kicsit kapjam a fejedhez. Hát nehogy már szobrot állítsál magadnak, te. Hát tudom én, amit tudok, hogy a savas eső mossa ki a szemedet. Savas eső, jó. Petiki, az a kérdés, valamit. Hogy ebből a helyzetből hogyan tudok kilábalni egyetlen? Ki lehet jönni ebből a helyzetből? Hát, őszinte legyek, abban bízok, mint a Pataki Attila, hogy jön a világ vége, és az lenulla az az adóságaimat, mert az úszak azok nem számolnak kamatok. Ugye? Mekkora barom vagy, te Győzi! Napot is megátkozom, mikor megismertelek. Átkozz csak. Ője vagy te. Na, látom, azért kiegyensúlyozott szép kapcsolatban éltek. Mióta vagytok házasok? Bocsánat, csak egy kicsit. Igen, mi a kérdés? Mióta vagyunk házasok? Ja, ki emlékszik már arra, hát kitöröltem a fejemből is. Hát rád se tudok nézni, hányos sugárban. Hát, emlékszem. Ma itt tartunk. Mikor vettél el utoljára, eh? Tegnap. Hője. Hogy a görény fesse ki a szemedet. Hagyja ma be, neked semmi nem elég. Hát mit akarsz még tőlem? Hát idegroncs vagyok, nem bírom már. Hát vigyázz, mert időzített bomba vagyok. Ne akart, hogy felrobbanjak. Pusztulja ott, ahol ja, ütött már meg egyébként. Mit? Ütött már meg? Nem, ő ver engem. Én verem eztet, hát el. Még nem ütött meg, de baj lesz belőle. Nagyon nagy baj lesz. Eljár a keze, nem dolgozik, ez semmit nem csinál. Hát azért a kezem azért néha dolgozik, csak máshogy. De otthon is egyébként hasonló stílusban beszélgettek? Hát nem láttad? Mi, hogy beszélgetnénk? Cigányok vagyunk, hát mondjuk ki, ne legyünk ma szentek. Nekünk ilyen a temperamentumunk, ilyen a temperamentumunk. Olyan semmi baj. Olyan
férjek vagyunk. Köszönöm. Inkább tenyél föl egy normális kérdés. Ha nem láttad, nem is sem. Takarodjam, ha te takon senki hozzi. Mit képzelsz magadról? Vigyázz te meg a szajadról! Te elmebeteg! Hülye vagy! Beteg vagy! Ezt akartad! Rohadt senki hozzi! Ha ezt akartad, hogy elkezdjek tombolni, ha nézzelek marra! Ha ki jöjj, ne haragudjon ma, nem tudod moderálni a műsorodat. Mit csinálta a műbör mellényemmel, mi? Nem a tiéd, nem a tiéd, loptad valahonnan. Az, bontasz mindent, te? Kiesett sajnos. Mit csinálta? Bocsánat. Elrakom. Itt vagyok, bocsánat. Századik adás! Századik adás! Nem tudsz viselkedni! És ha nem tudok, akkor mi van? Akkor mi van, ha nem tudok? Hát látod, hogy idegroncs vagyok. Mondtam a Petrának, hogy idegroncs vagyok. Kus legyen, mert lefejellek. Látod? Disznó van! Na, mondja, tessék, parancsoljon. Ez a századik frisbee, lehet, hogy az utolsó stúdió beszélgetésetek. Akartok-e üzenni valakinek valamit esetleg? Üzenhetek be? Jaj, te! Melyik kamarába tehetem meg, mert az én drága közönségemnek szeretnék üzenni. Hol a kamera? Hova lehet beszélni? A harmas, rendben van. Nagyon kedves vagy. Te, ha drága, kedves nézők, én úgy szeretem magukat, mindent önöknek köszönhetek, viszont bajban vagyunk. Ezért szeretnék tőletek kérni egy apró szívességét. Nagyon apró kérés. Tessék szépen megdögleni, jó? Hogy el tudjam adni a koporsókat, mert rám rohad az egész készlet. Köszönöm szépen! Nos, én azt gondolom, hogy eleget szenvedett melletted be asszony. Így van! Hazugság. Látod, ezt tudja te! De hogy megcsaltad őt? Hát néha nem csaltam meg, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy sokszor elvettem és sok pénzt költöttem rá. Ha tételesen ki akarom számolni, akkor milliárd. Én flörtöltem a kannaval! Azért kellett csálni, de nem én csáltam, hanem minden szentnek maga felé hajlik a keze. Győzi! Ma este beasszonynak készültünk egy meglepetés produkcióval. Mi az a meglepetés? Mi ez neked a meglepetés? Tudom, mire még kiakolom. Vissza, ne gyerek! Vissza, ne hozzátok! Figyelj ma! Majd már el a katalatom! Hozzád megyek! Szép vagy. Epilálod a lábad? Azt nem mutatod meg, hogy milyen? Ma nem volt. Egyébként sem mindig. De nem baj az! Na, de... Olyan jól ez belesimul az a szép pofán. Csinos nő vagy, Győzik összetelti a két kezét, hogy egy ilyen gyönyörű hölgyet találtam. Hát azért! Remélem, hogy sokáig együtt lesztek, és ma este én azt gondolom, hogy az évezet hangjával próbálunk köszönteni téged. No. Egy elképesztő tehetség és fiatalember következik, az egyik nagy kedvenced, én bízom benne, hogy esélyed is van nála. Hölgyeim és uraim, következik az évezet hangja beasszony nagy kedvence, az az ember, akiért milliók mozdulnak meg esténként. Jön a kiváló hangú Zambó Krisztián!